most azért sem fogok hangosan beköszönni. Na, de mégis, vegyétek le fájhallgatót, meg halkítsátok le. Jó reggel, Vietnám, üdv a csatornáképpen jelentkezik a következő videó, valami nem lesz más, mint egy alsó újnak rész, és küldtetek nekem egy csodálatos vetőgépet, ami elvileg jobban működik, egyébként ezt be lehet csukni, ki lehet nyitni, mindenféle jó dolgot lehet vele csinálni, egyébként hoztam még modot, amit küldtetek, úgyhogy, hogyha velem maradtok, akkor meg fogjátok látni, de írtátok, hogy legalább eznek a területnek a szélét húzzam már körbe, mert különben nem lesz ebből semmi se, tehát igazából nem fogok jól. Jó kijönni abból, hogyha én ezt nekiindítom ezt a melóst, mert ugye az lesz vele a nap probléma, this is probléma, hogy mindig bele fog menni gyakorlatilag a dzsidzsába, mert ugye ezen a vetésen úgy van megúrva az egész, hogy vagyis azon a földön, hogy egyből ugye fák vannak. Úgyhogy legalább egy kettő kört megyé kipör, mondtátok, és akkor talán nekünk lesz egy olyan szerencség, hogy nem azt kell nézni, hogy szerencsétlenkedsz megállás nélkül, azzal, hogy keresztben hosszába megy a gép. Egyébként azt nézem, hogy most ez a vetőgép, mintha nem csúszna keresztben, aminek nagyon tudok örülni. Annyit fogunk csinálni. Tudom, hogy ez nem nagyon termeli a pénzt. Nem. Ez marhára nem termeli a pénzt, de viszont vetnünk meg kell, mert ugye... Jaj, várjál, időben bele kell pörgetnem. Oké, megy az idő, gyerekek, csak közben ugye ki kellett cserélnem a vetőt. Gameplayen kívül is addig megállítottam az időt, elnézést, úgyhogy bosszátszatok meg, de most már megy az idő, úgyhogy minden funkó lesz. Funkó gyerekek. Igen. Fú, összeszeretlen vagyok, mert meg vagyok csúszva, mert az előbb Szabinál voltam, szasz a haveromnál, megvettük neki a GTA 5-öt. Ebből gondolom, tudjátok, mi fog következni, hogy a ideggondozó részek azok át fognak költözni FS19-ről GTA 5 RP-re, meg hasonló dolgokra, vagy online-ra, de egyelőre most ne azzal foglalkozunk, hanem a Farming Simulator 15-ben alsó újlakon próbáljuk megcsinálni egyébként az 1 milliárd eurót, amiben szerintem jók leszünk. Többen azt mondtátok egyébként, hogy valószínű, hogy ez nem fog meglenni, meg valószínű, hogy ez évekig tart. Egyébként, hogyha kiszámoljátok, hogy körülbelül, hogyha most ezt csináljuk egy gyors kimutatást, hogyha 100 ezer eurót összeszednék részenként, amit sosem szedek össze, mert nem szedem össze, akkor ugye egy rész az... A egy rész alatt 100, akkor 10 rész alatt ugye megvan 1 millió, és akkor gyakorlatilag, várjál, 100 rész alatt 10 millió, 1000 rész alatt 100 millió, 10.000 rész alatt megvan az 1 milliárd. Wow, jó számoltam? Egyébként, jó számoltam, hát szerintem úgy nagyjából jó számoltam, de mindegy, az a lényeg, hogy bődülesen sokáig tartana, de Keepernek vannak tervei, ugye nem csak annyit fogunk összekapni, hanem jóval többet is össze fogunk szedni. Gyerekek, tetszik ez a vető, nagyon szép, nagyon jó, és úgy látom, hogy jól működik, csodálatosan működik ez a vetőgép, gyerekek. Annyit akarok csinálni, hogy itt ezt lehet, hogy azt csinálom, aha, még hogy nem csúszik keresztbe, mi? Driftel a vetőgép. Ja, igen, hogyha kiszámoljátok, akkor lehet, hogy úgy gondolhatjátok, hogy ez rengeteg időbe fog teleni ez az egész, de nem, de nagyon gyorsan meg fogja ezt csinálni Keeper, mert vannak tervei. Ja, hát ez a vetőgép az ugyanannyira csúszik keresztbe, mint az előző. Hát ja, mindegy gyerekek. Egyébként egy teljesen függesztett vetőgéppel nem lenne ilyen probléma, csak azokkal meg az a nagy probléma, hogy nagyon picik nekünk gyerekek. Viszont ha belegondolok és vennék mondjuk egy IH tárcsát, mondjuk a megtakarított kis pénzünkön, ami nincs, akkor ugye tudnám azt csinálni, hogy... Semmi nem jó gyerekek. Nem jó, mindegy gyerekek, csináljuk azt, hogy ezt most megpróbálom neki állítani a gépet, valahogy keresztbe hosszába húzingálja, hogy nem tudom gyerekek, most komolyan mondom, meg vagyok lőve, hogy mit lenne érdemes csinálni, várjátok, ezt levetem így, jó? Levetem ezt így hosszába, azt a kellene közben pénzt terve, az a baj, nem csak vetni akarok egész rész alatt, nem csak vetni akarok, úgyhogy bocsássatok meg ezért Keepernek, de nem azt akarja, hogy itt lefölrólja a köröket. Viszont az, hogy ez hogy keresztbe csúszkál, ez engem borzalmasan meg tud őríteni. Nem tudom, hogy ezt miért csinálja egyébként. Hát jó. Én megpróbálom ezt megindítani gépi munkással. Hát, ha valami fog történni, mert mást is kellene csinálnunk, nem csak ezt gyerekek. Mert itt vannak problémák. Jó, egyefene, csinálja úgy, ahogy csinálja.
Közben ránézünk néha, ugye? Oké. Nézzük meg a többi dolgot. Egy a probléma. Ugye az UTB-nk az ott rohad meg. Viszont én hoztam nektek valamit, mivel azt megint ti küldtétek. Úgyhogy az MTZ-ről... Nem megyünk az MTZ-vel. Nem, letesszük itt ezt. Úgy szépen, letesztük a földre. És akkor el kell mennünk vásárolni. Nem tudom, mennyibe kerül. Nem akartam ezt drágán berakni, ezt az eszközt. Hanem, sőt, 3000-be kerül. Mivel ez az eszköz igazából annyi, hogy ez egy portkocsi, és ezzel bármit tudsz tölteni. Tudsz üzemanyagot tölteni, tudsz magot tölteni, tudsz trágyát tölteni, mindent, műtrágyát természetesen. Tudsz tölteni akárhol, ahova viszed, viszont ugye pénzbe kerül. Viszont az, hogy használd, az pénzbe kerül. Szóval ez nem úgy működik majd, hogy nekünk húra jó lesz, mert egyébként az ifával is el tudnék viharozni érte. Ugye? Lehet, hogy az ifával kellene. Na nézzük, mi történik. Ah, hát elég egyenesen húzza gyerekek. Elég jó. Jó, oké. Akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy az ifával viharzunk elérte. Ezzel ez meg dolgozzon addig, legalább valamit haladjunk, mert már kezd a keeper ideg sokkos lenni. Jó, ugye itt akkor ezt... Nézzük meg, mi történik egyáltalán. Nem, 100%-on van. Ez meg itt 18-an, és meg van állva, mert ugye megint beállt ide. Kellene kis pénzt termelnünk, mert ugye megpróbáljuk majd a favágást is így erőltetgetni. Mindjárt lesz beszélgetés, mindjárt anekdótázunk, meg beszélünk különböző dolgokról, csak keeper közben hadd valamit működjön. Hol van az a kombájn, amelyik éppen teli van? Másik oldalt? Másik oldalt. Jó, oké. Másik oldalt. Leürítjük ezt a kettő kombájnt, és akkor utána először azt ürítjük le, mert ez még csak 21%-on van. Bérmunkás, jó, repcevetés. Repcevetés megy, úgy látom, hogy megy. Nézzük folyamatosan, oké? Az ETS-t, ugye a 12-24-5, vagy inkább 12-245-ös Zetort folyamatosan kellene figyelni, hogy csinálja a dolgát, jó gyerekek? Csinálja a dolgát. Mert az nekünk jó lenne, hogyha a szerencsét lenne. Na. Mi van, beragadt a cső? Hát berosdált. Berosdált. Igen, egyébként rengeteg módot küldtetek. Viszont tényleg próbálok mindig válogatni úgy, hogy meg is tudjuk azokat venni, mert ugye viszonylag túl vannak árazva. Ugye ezt az új vetőt is kicseréltem. Amint látjátok, hogy gyakorlatilag ki lett cserélve, és pontosan ugyanannyi pénzt hagytam magamnak, amennyi volt, tehát nem csaltam ebbe se. Meg ugye, ez minden túl van árazva például. Ez a vető is ugyanúgy 50 000-be került be egyébként, nem csaltam, nem lett kevesebb. Ezt elindítjuk. Megyünk vissza. Leürítjük, aztán akkor viharzunk, elhozzuk azt a pótot, és akkor ugye meg tudjuk tölteni az UTB-t. Egyébként írtátok, adjam a francba ezt az UTB-t, mert elég kis nehézkes a használata, úgyhogy egyébként nagyon filózok rajta egyébként, hogy eladom, mert egy kicsit sok a traktor, meg igazából kevesebbel kellene szenvedni, meg egy kicsit lenne egy kis pénzünk is, úgyhogy az UTB-t megtakoljuk és eladjuk. Most gondolom, mondhatjátok azt, hogy hát akkor képen ne legyél hülye, akkor miért nem adod el így a földön? Na majd mindjárt meglátjátok, jó? Lehet, hogy ezt az UTB-t eladom, csites is esetleg, akkor rakunk be egy másik UTB-t, amelyik ugye jobban működik, normálisabban működik. Jó, ez úgy látom elfogyott. Jó, gyerekek, én azt mondom, hogy ezt a pótkocsit, ezt itt hagyom. Aztán akkor közben tudunk majd üríteni, ha úgy van, de remélem nem keveredik bele, dolgozunk. Elmegyünk az ifába, leürítem, ugye kijöntöm. És akkor elmegyünk a pótért, lehozom a pótot, az UTB-t meg eladjuk. Ugye az UTB-t, ha úgy adod el, vagyis bármint, ha úgy adsz el, hogy egyből a bótnál, akkor ugye sokkal többet adnak érte. Úgyhogy azért érdemes úgy eladni. Eladjuk az UTB-t. Egyébként írta valaki, hogy add a francba el az UTB-t. És megmondom őszintén, most... jó, nem ott tudom egyébként, hogy rajtunk van a gabora. Nem baj. Én is hajlok arra. Pedig szerettem azt az UTB-t. Csak tényleg ugye 200 valahány lóerőre van írva, ami nagyon nem reális sajnos. Meg
Meg abból a pénzből esetleg tudunk valamit gazdálkodni. Például ott van a nagykabinos 82-es, ami igaz homlokrakodós, de azért tudnánk használni esetleg földön is, ha úgy van. Veretjük, gyerekek, mint a veresegyházi. Veretjük, mint a veresegyházi. Jaj, várjál. Hirtelen mondom, merre menjek. Erre megyünk. Földes útnak akartam menni, mondom, egy kicsit rövidítünk. Egyébként le vannak szerelve a gépeink, úgyhogy valamit majd kellene okozni. Oj, megy le a nap. Megy le a nap. Ja, nem megy le még jó. 15 óra 40. Egyébként kitaláltam egy csomó mindent, hogy lehetne pénzt keresni. Nem akarom elárulni, mert akkor meg azt várjátok, hogy igen, csináljuk, igen, csináljuk, igen, csináljuk. Nem, gyerekek. Figyeljetek, itt az út, ez az út, meg ugye, egyébként az is probléma ezzel az UTB-vel, ugye, hogy... Hogy túlzott a izéje fogyasztása. Azért annyit nem használtuk, hogy ledurranjon róla, érted az összes üzemanyag. Na várjatok, nézzük, utakadály, várjál, utakadály, utakadály, forsítnak utakadály. Meg már megint a izének. A chested meg, hát miért ekkora ívbe fordulsz, gyerek? És már megint összetörtem már most a tárcsát, hát beszalsz, vagy nem tárcsát, hanem izét. Te fiú, hát akkor hogyan indítsalak meg, hát már, hát nem tudsz te már normálisan dolgozni. És az a baj, itt még többet le kéne húzni vele, ugye? Na, jó van, gyerek, csináld. Az a baj ilyenkor ugye, egy az, hogy állíthatom neki újra, a másik az, hogy ugye pontosan be kell lőnöd, mert itt nem úgy van, mint Farming Simulator 19-ben, hogy így nagyjából belőled, és akkor ő hozzáigazolik, hanem nem, hanem ő arra megy, amerre éppen te beállítottad. Most például félkeresztben megint jó, nem idegeskedek rajta. Viszont ez legalább... Jaj, az MTZ. De egyébként az MTZ az legalább tudja a dolgát. Na. Igen, itt gondoltam, hogy ő bele van keveredve abba, hogy itt van a pótkocsi. Nem tetszik neki, hogy itt van a pótkocsi. Mennyi gond van ezekkel a gyerekekkel, mi? Srácok, mi van itt szemben velem te? Itt van egy böszmenagy... Ó, itt van egy böszmenagy föld. Na, ide hozzuk a kombájnokat. Ja, hiszen ide, ezt is beszéltük meg, hogy ide hozzuk a kombájnokat. Jó, gyerekek, figyeljük azt a rohadt kijelzőt ott fent bal oldalt, mert folyamatosan baj van a gyerekekkel, baj van a gyerekekkel. Várjál. Ja, és itt nem tudok kimenni. Ó, te fiú. Erre kell mennem, földön át. Na hol van a izé, hol van? Itt van valahol ez a torunk, nem? Itt kéne neki kevernie, hol vagy, barátom? Meg arrébb, ott a sarkon, megint biztos belemegy valamibe, hallod, tuti? Jó, MTZ meg befejezte a munkát, oda néz, tolat, bazzanya izé, jaj, te fiú, tolat a vetővel, de mi a szar csinálsz, tesó? Jaj, jobban nem látom ezeket a gépi munkások, a gyerekek itt még nagyon csúnyán hülyeségeket csináltak. Oda nézzél, figyeld. De itt meg tolat, amikor itt van a rohadt nagy hely, ott meg az a megfordul a izébe, Bozwoodba. Ki kell vágnom ezeket a izé. Földek körülbe az kell csinálnunk egy tisztítást. Kell csinálni egy tisztítást, mert itt csak baj van ezekkel. Jó, elmegyünk a... Most jó nagy kerülővel jöttem mi. Itt a földes úton kellett volna menni, jó, most már mindegy. Ja, kell csinálni itt a földek körül egy tisztítást. Nem tudok beszélni másról, most folyamatosan arról beszélünk, hogy mit csinálunk. Ahelyett, hogy itt anekdótáznak, meg mesélnek dolgokat, pedig hamutartó. Így nevezem egyébként, ő neki van rendes neve is, de megkért, hogy a videókban meg live-okban így nevezzem. Ő mondta, hogy meséljek a húsvéti élményeimről, a régebbi húsvéti élményekről, meg mondjatok locsoló verset, de egyébként azt tök jó lenne, hogyha írnátok locsoló verseket. Aztán esetleg akkor a következő, nem esetleg, hanem tutira, a következő részben akkor ezt be is mondanám őket, az a jobb frappánsokat, de ne csúnyákat, gyerekek, ne csúnyákat. Na, így néz ki ez a pótkocsi, nézzük már meg, jó? Várjál, már létre fel tudsz ballagni, beszarsz neki, hallod? Nem tudsz fel ballagni, de, jó. Gyerekek, van itt minden, mind a bucsúba, hallod? Pálinka esetleg, vagy mi van? Jó, nagyon jó. Ja, várjatok. Hát igen, tudom egyébként, hogy ugratni kellene az UTB-t, de nem ugratjuk, mert az nem... Megbeszéltük ugye, hogy vannak ezek a nehezítések, ezeket nem csináljuk. Na. Várjál, az MTZ befejezte a munkát. Figyeljetek, itt lesz a fönforgás. Neki fának dur. Oda nézzé, hogy jött le, hallod. Most őszintén, állj meg, barad. Megfordítom, mert itt csak, ebből csak bajom. Figyelj, nem tudnád ezt megoldani, hogy nyomsz egy ilyet. Ez egy ilyen marha bonyolult művelet lenne, mi, hogy egy íveset. Jó, hát egyébként ez a baj ezekkel a gépi munkásokkal. Egyébként
kivilágosodott. Tök durva, hogy sötétedik, az kivilágosodott, mert ugye most például kisütött a nap, mert ugye ilyen kis felhős idő van. Bujkál a nap, meg ilyesmi, és akkor mindig állíthatod be, hallod ezekkel a gépi majd. De az a baj, hogyha ezt csinálom, akkor meg nem tudok más csinálni. Ugye, hát nézd meg, amit művelt itt ezen a területen, ez az MTZ is, bazze. Ó, te fiú. Szerintem most mit csinálják veled, MTZ? Mit csinálják veled? Ha részeg vagy, menj haza. Most például itt vannak ezek a hatalmas csikok, várj, ide nekiteszem, hogy legalább ezt húzza le. Aztán mindig átrakom, vagy nem tudom, mert... Borzalmak vannak itt, gyerekek. Na jó, vigyük ezt, vigyük ezt. Ezt kíváncsi vagyok most, ha felcsatolom, a létrák lejönnek, vagy mi van? Egyébként ez micsoda egy magas pótkocsi a gyerekek, ezzel azért lehet küzdeni, mi? Hát remélem, hogy felcsatolódik. Ne szórakozzál, hogy nem. Ne szórakozzál, hogy nem, hallod? Na most megyek neki a falnak, gyerekek. Most megyek az... Nem hiszed el, hallod? Nem ette meg a morok... Hú, de ideges vagyok. Gyerekek, nem hiszitek el, hallod? Hát nem hiszed el, hogy nem csatolódik föl. Az alsó csatoló fejre megy föl. Itt van a izé, várjál ezzel. Kihozom az Zetorral, vagy mit csináljunk? Kihozzuk az MTZ-vel. Ezt hadd dolgozzon. Vagyis nem tudom, mit csinál, de hogy nem dolgozik, az is... Jaj, te fiú, figyelj, miket műveltél. Jó, jó, próbáljuk, hagyjuk érvényesülni, mert kipörnek, elszáll az agya most már. Mert ugye arra rohadt alsóra izé az MTZ-nél minek nevezik, nem a felső, minek nevezik az kutyafej, vagy mire csatlakozik, hanem a izére, az alsó csatolóra az, ami ott alul lóg, nem tudom mi az. Hát remélem, mert ha nem, akkor komolyan mondom, falnak futok. Falnak futok, gyerekek. Akkor az biztos, hogy az lesz. Hallod, eljövök az ifával, nem lehet látszatolni, tesszük. Jaj, bora gyerekek, arra nézzük. Ez az útébe mentés, ez nem egyszerű, de egyébként ez így szerintem teljesen jó. Mármint nem baj, hogy itt szenvedünk vele. Nem a francot nem baj, hogy szenvedünk vele, de egyébként én elviselem ezt. Na jó, itt átmegyünk. Jó, az MTZ-vel el kell menni ért a gyerekek. Hát remélem, hogy arra fel lehet csatolni, mert ha megint, komolyan mondom, ha megint küldetek egy olyan módot, ami nem működik, én nekifutok a falnak. Figyelj, tolat. Jó, de legalább tolat. De, jaj, te, jobb, ha nem nézem, mi történik. Na hát akkor most catchelhetek el az MTZ-vel. Tök jó. Catchelhetek el az MTZ-vel. Kemény 30-al fogunk döngetni, megyek belső nézetbe, az jó nekünk. Leteszem azt. Ja, egyébként ne nagyon dobáljam le a tárcsákat, meg ilyeneket, rájöttem. Tudom, bocsánat. Mert úgy összetöröm még azt a tárcsát is, mint az állat. Na menjünk, srácok, menjünk, elmegyünk érte. Hát hallod, hallod, őrület. Őrület, ebbe, őrület! Ebben is egyébként 30 liter van, úgyhogy majd végigjárjuk szépen a izéket, a gépeket. Aztán szépen megtankoljuk őket, mert elfogyatkozik. Jó, a Zetor, jaj, a Zetor mit fordul? Ja, mert ott izé, ki, jaj, micsoda föltös földet csinál ez, te Isten. Nem tudok beszélni másról, mert ezekkel idegeskedek, komolyan mondom, gyerekek, kamion. Bebolondulok mindjárt meg. Kirúgok mindenkit, azt egyedül dolgozok. De az a baj, nem tud megcsinálni 1 milliárd eurót, úgyhogy csak én... Nem lehet ezekkel a gépekkel, nem tudom, vagy nem, ezekkel a munkásokkal itt farming szimulátor 15-ben kínlódni kell. Itt komolyan, mint a régi TS korszak, gyerekek. De hát még ott is jobban csinálták a dolgokat. Olyan, mint a TS korszak, meg még mindenki belenne rúgva. Esküszöm. Hát erre remélem ott, na oda, alulra, arra. Remélem, hogy fölmegy, mert ha nem, akkor ideje rohamot kapok, gyerekek. Rohamot kapok. Jaj, gyerekek. Hát szörnyű dolog van, szörnyű. Na. Gyorsan. Ilyen magas pót, aztán oda az alsóra csatlakozik. Megőrülsz, gyerekek. Megőrülsz. De hallod? Megőrülsz. Azért gratulálok annak, aki ezt megcsinálta. Na mi van? Befejezte a munkát, repce, valami. MTZ. Várjál, állj meg. Hát a Zetort miért nem írja fönn? Ja, mert úgy érzékeli, hogy befejezte a munkát. De mit művelt itt, tesó? Allod azért, az ki vagyok, segítve ezzel is. Jó, néhány... Nem kell olyan sokszor a végén mennem. Nézzük a jó oldalát. Dicsérjük meg a munkást, mert nekünk az biztos, hogy nem fog annyira...
szívrohamot idézni elő. Egyébként ez autentikus, tök jó néz ki, hogy rajt van sok cucc. Ne, megyünk az UTB-t. Most ugye kenlódás van, mert ugye megfogadta a képer, hogy nem ugrat. Kenlódás van, mert most el kell menni az UTB-hez, meg kell tankolni, rakunk bele egy kis üzemanyagot, annyi üzemanyagot rakunk bele, hogy eljussunk a bótig, mert nem pazérolunk, az bót beladjuk ezt az UTB-t. Most annak a várán próbálunk kicsit költekezni. Ugye az a gond, hogy a vetéssel, meg a kultiválással mi van, hára nem keresünk pénzt, az majd később jön be. Ugye, de még ugye aradhatnék, amivel például lehetne egy kis lóvé. De viszont nem csak azt akarom csinálni, hogy folyamatosan aratok, mint az őrült, mert annak valahogy nem nagyon sok olyan értelmét látom. Hát itt még tiporom ki itt a vetést, persze. De az a gond, hogy csinálni kéne ezt a izét és ezt a vetést is, mint a bolond, mert az lesz a gond, hogy be fog érni valamelyik része meg nem fog beérni. Ugye, mivel ugye megy az idő, ugye nem állíthatom meg az időt. Azt a rohadt UTB-t adja, mert az annak már úgy fogok tudni örülni, gyerekek. Ja, meg az MTZ-t is megtankoljuk majd, jó? Most az nem a legfontosabb, de nézzétek ez a föld, hogy néz ki? Legalább meg van kultiválva nagyjából, azt hiszed, a nagy francokat. Hát mik ezek a csikok? Mik ezek a csikok, gyerekek? És még ugye permetezni is kellene majd valamit, vagy trágyázni, mert különben 18-22 kisütött a nap, de egyébként marha jól meg van csinálva, hogy ugye változik az időjárás. Na álljunk meg egy szóra, remélem, hogy ez működni fog ez a mód. Hát tanultunk megint valamit, jó van, álljál meg. Hogy került be a 8 liter, azt mondjátok meg. Mi ez, termeli az üzemanyagot, hogy micsoda? Ez most tényleg nem értem, várjál. Nem mondod? Hogy működik ez? Aj. Ez most hogy működik? Nehogy azt mondta, hogy nem működik. Újra tankolásod van. Te akkor az ebben miért nem működött a UTB-be? Ja, lehet oda kell állni, ahol ott van a izé. Ja, lehet, hogy ott van ugye például arra részre kell állni, ahol vannak a hordók. Tankoljunk bele egy kicsit. De mondjuk ennyivel talán eljutnék a izéig. Hát az... Most én ne haragudjatok, de... Hogy hódziher, hogy az utolsó részben nulla üzemanyag volt benne, ugye? Most valaki ezt föltankolta, vagy mi az... Atya úristen. De nézzétek, hogy fogy, már csak 4, hát alapjáraton megyünk. Hát őrület. Hát ez esküszöm, ez megvan üzői kettyenve gyerekek ez a gép. Már csak 4. Ezt még nem is mentem 2 métert. Hát eszi ez rendesen. Kicsit mi az izével? Jó, tankoljunk bele. Jó, ennyi, bőven elég. 17 liter, azt megyünk be, hallod vele. Hát a te fiú, hallod. Mit kell szenvedni egy izének? Kommunista izének, TSZ elnöknek, gyerekek. 16 liter, ez tényleg baromira eszi, gyerekek. Hát ez komolyan is többet eszik, mint akármicsoda. Hát a vonat nem eszik ennyit. 16 liter, figyeljetek, mindjárt 15. Hallod? Hát mit történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Hát mennyit eszik ez? Ugh, de jó néz ki egyébként. Ó, bele van izé, borulva a barázdában, nagyon jó. 14 liter, hallod? Be se éreg vele, basszus. Hát ez nagyon, nagyon izé zabál. Ezt aki megadta ennek a izének a fogyasztását ennek a járműnek, az azért érdekesen. Ezt tudod valamit? Ó, hát ezen szántáson nem nagyon szeret menni. Jaj, na erről beszéltem. Erről beszéltem, gyerekek. Jó, annyira nincs probléma, mert nincsen bekapcsolva a növények. Tök mindegy, mennyire alatt vetem le, csak egy kicsit baromi hülyén fog kinézni, hogy mondjuk be van... Be van érve már az egyik rész, másik az meg még vetés alatt van. Hát ez az, gyerekek. Vagy esetleg álljál meg? Lejjebb kellene venni a izét, nem? Növényeket. Növényfejlődés lassúra van állítva, hülye vagy. Növényfejlődés
Lassúra van állítva, aztán még így is. Egyébként kezd lemenni a nap, nagyon tetszik ez a millió. Ó, nem tudok beszélni miről, jaj. Pedig húsvéti dolgokról akartam, csak egy kicsit tényleg kapjuk össze magunkat, mert itt... Ez is megint befejezte. Jó, azért figyeljetek. Jó, most tudom, nem a leghatékonyabb, de micsoda koszos az a gép, hogy az őrület. Nem a leghatékonyabbak vagyunk, oda nézzél, bazd. És be van állítva, hogy növényfejlődés azért lassan. Valamit kéne csinálnunk egyébként, mert ennek így nem lesz sok értelme. Lehet, hogy neki kellene állnom, azt levetnem az egészet, hallod? Mindig elfelejtem, hogy ez nem fog egyenesen menni. Várjatok, skacok, azt csináljuk, hogy az útőbét eladjuk, azt neki állunk vetni. Mert ennek egy nem lesz jó vége. Annyi, hogy az MTZ-t igazgatjuk, és közbe vetünk. Ez lesz a projekt. Ezt vigyük ki innen. Ezt kell akkor ez egyébként ez egy jó mód, köszönöm szépen, nem is tudom, talán Josip Stalin küldte. Ha jól emlékszem. Josip Stalin képű emberke küldte. Jó, ezzel félrejárok, aztán akkor ezt csináljuk. Egyelőre most az alatást akkor hagyjuk. Mert ennek így tényleg már nem lesz egy értelme, mert minden belefogunk. Ezt meg adjuk, ezt adjuk el. Mert 9 liter van benne gyerekek, már a végén még... Ez nem tudom, állófűtés van benne, vagy micsoda, hogy ez folyamatosan zabálja az üzemanyagot. Menjünk. 21 százalék, de kíváncsi vagyok, ilyenkor kevesebbet ad érte? Nem tudom egyébként. Jó, ugye ez 70 ezerbe fáj, tehát szerintem egy olyan 50 ezeret kapunk érte, kb. Hogy 40 ezeret. Úgyhogy ha minden oké, akkor föl fog menni egy olyan, nem tudom, 50 ezer körülre a pénzünk. Igen, hát ezt persze. De azt akarom, more. De most akkor hova álljak vele, tesó? De ugye közvetlen adást akarok. Igen, 42 ezer. Na, látjátok, egész jó, 53 ezerünk lett. UTB eladva, jó, csász gyerekek. Fölveszem a tárcsát, elindítom a gépet. Azt közben meg én vetni fogok. Vetni fogok a bérelt munkással, mert... Annak semmi... Hú, várjatok, van egy kis gond. A repcét le kellene vinni a izét oda. Ezt levisszük oda. Szedjük össze magunkat, gyerekek, szedjük... Vagy tudjátok mit? Tudjátok mit? Tegyünk rendet ebbe a részbe. Jó? Tegyünk rendet ebbe a részbe. Az etort le is kéne lőni. Meg is állt. Jó, itt rohadjon meg. Oké. Marad az etor. Levisszük a vetőmagot neki. Mert ugye arra kell, hogyha nem a gép fog vetni, akkor kelleni fog. A kombájnokat szedjük össze, vigyük be a MÁV telepre. Össze-vissza van minden. Szedjük össze az ifát is, azt is vigyük be a MÁV telepre. Mindent pakoljunk össze. És utána kezdjünk el normálisan dolgozni, mert ennek így baromira nincs értelme. Pakoljunk össze. Legyen az, hogy mondjuk estére, 8 óra van ugye. Akkor csináljuk azt, hogy összepakolunk szépen, megcsináljuk itt a dolgokat, rendet rakunk, és akkor onnan folytatjuk. Ennek az, hogy mindenbe belekapok, ennek nem lesz így értelme. Szeretném azt a földet megcsinálni tökéletes, ezt a hatalmas földet, igen, ezt az eszméletlen nagy földet, hogy legyen mit aratnunk, aminek lesz ára is, meg lesz ugye értelme. És ide rakom a föld szélébe, ez nekünk itt jó lesz, itt meg fogjuk tölteni ugye a dolgot. Az MTZ-t visszavisszük. Elvisszük oda. Ott van az a tárcsa, ugye itt a föld szélébe. Viszont azzal a tárcsára most nincsen szükségünk. Mivel van egy benne a földön, ott van ugye az UTB-nek a tárcsa. Ez jó helyen van, ez itt marad. Bevisszük az MTZ-t a tárcsához. A maradék földeket le fogjuk tárcsázni vele. Közben mi fogunk ültetni, vagyis vetni az etorra. És akkor ez így meg lesz, ez a föld le lesz tárcsázva, utána át tudunk jönni ide vetni. A másik föld meg el lesz vetve, ugye. És akkor ez így
Ez itt szerintem jó, és akkor ez a kettő föld, ami egybe is van szánva, ezt a kettőt meg tudjuk csinálni úgy, hogy akkor ez működőképes lesz. Nem az, hogy mindent belefogunk mindenbe, mert ennek itt semmi értelme nincsen. Vagy esetleg ennek a földnek a szélébe beállítjuk a kombájnokat, ami megint jobb ötlet lesz, de nem kezdünk el aratni, mert nem tud, nincs rá kapacitás, nem fogjuk tudni ezt csinálni egyszerre mindent. Most annyira nem kell a pénz, most inkább dolgozzunk egy picit előre. Na, a kombájnok, amik megint szanaszéd van minden, gyerekek. Szanaszéd van minden. Elmegyünk a kombájnokkal, annak a földnek a szélébe, amit ugye akarunk aratni, szépen lerakjuk őket, leürítjük őket, az ifát elvisszük, leürítjük az ifát, oda megyünk a föld szélébe, akkor ott lesz a három kombájn, meg az ifa, el lehet kezdeni dolgozni majd. Kicsit össze kell szedni itt a dolgokat, igaz, hogy ez egy fél részbe beletelik, viszont annak sincs értelme, hogy a hülyeséget csináljuk, meg futkozunk, mint a töketlen kutya. Ugye? Szerintem így van. Mert minden már szanaszéd van, már minden, tényleg a hamsterben van ugye a Józsi bána, vagy nem is tudom milyen bá, Józsi, legyen Józsi, Józsi bána. A kombájnok szanaszéd, minden egy félig tele, félig üres, a traktorok szanaszéd, össze-vissza vetnek, össze-vissza kultiválnak, minden össze-vissza történik. Egyébként... Megmondom őszintén, még az abban is benne lennék, gondolkoznék, hogy azért a lábas tárgát megvenném. Már megint a hülyeségen jár az eszem, de nem hülyeségem az annyira. Na, menjünk. És akkor ott az a föld, amelyik itt van mellettünk, ugye azt... arra akarom ráállítani a kombájnokat, nem is tudom mi van rajt, meg se néztem. Akár mi is van rajt, azt fogom aratni, mert az elég nagynak tűnik, meg elég közel van, akkor itt azért tudok figyelni. Ez a három föld, ez nekem tetszik, hogy ilyen marha nagy. Jó, ide akarom, ugye. Ennyi. Jó. Jöhet a következő 41%, nagyon tudti. Volt, van egy pótkocsink, ugye. Ott hagytuk a föld szélébe, valószínű mind a kettő bele fog férni, remélhetőleg abba a pótkocsiba. És akkor az úgy nekünk már tuti lesz, tuti a vonti. Viszont itt nem fogok tudni átmenni, úgyhogy arra kell majd a rendes úton. Jó, kicsit össze kell szednem magam, mert az a baj, hogy beszélek is megállás nélkül, meg történnek is itt a dolgok. És már azt se tudjuk. Várjátok, itt a híd alatt át tudnék menni, nem? Próbáljuk? Nem, van egy jobb ötletem, mindjárt várjátok. Tényleg össze kell kapnunk magunkat, mert ennek így nincs értelme. Hülyeség megy, a hülyeség össze-vissza. Így nem lesz egy milliárd eurónk. Így csőrünk lesz. Csőrünk lesz. Ja, nem megyek el a híd alatt. Inkább bemegyünk vissza. Nem ismerjük azt az utat, aztán most egyelőre nem akarom megnézni. Gyerekek, milyen sűrűn vannak így a szalmarendek? Mit egy járján? Na, beszéljünk, amíg összeszedem a dolgokat egy kicsit a húsvétról. Nekem a leginkább emlékezetesebb húsvétom az volt, hogy mi van lenne, bazze? Várja, mi van ott lenn? Janad! Te nem viszem el! Hát te meg itten! Hát mindjárt gyűn az eső, tesó! Hát mit fogta? Belakadt a nádba! Gyerek, rá tudok állni a mazzagodra, odra, botnak a végére! Gyerek! Hát mit csináltál? Elégetted a kezedet? Vagy mi van veled? Hát micsoda izé van? Szakmunkás bajcod van neked, gyerek! Bajcos! A Nika cipője rajta lábadon, mi menő vagy? Jaj, azt hiszem menő vagy, ha mi van? Beakadt a nádba, ez a drought, mi? Na jó van, Damil, ha menjünk, tasó. Hát itt aztán sok halat nem fogsz, barátom, elriasztom itt ezékkel, kambájnokkal. Na, igen, legemlékezetesebb húsvétom, az talán az volt, hát nem pontosan emlékszem, hogy melyik volt. Egyébként mindig nem tudom, ilyen szempontból szerencsésnek érzem magam, mert édesanyám mindig olyan volt, hogy szerette megadni a módját a dolgoknak, tehát a húsvét az úgy volt, hogy annak húsvétnak kellett lennie. Akkor az volt, hogy izébe elrejtették a tojásokat kis fészkekbe nekem, a kertünkbe, meg... ami emlékezetes nekem, az, hogy... Igen, ilyen fészkekben voltak a tojások, erre-arra, meg volt nekünk, ugye tartottunk mi állatokat, volt egy nagy szalmabála, így félig letakarva, ponyválva, tudjátok, hogy milyen az. És akkor oda volt beragva egy piros bicikli. Egy ilyen kis piros bicikli.
ami már olyan volt, addig előtte mindig csak ilyen háromkerekes bicikliim voltak, és az már ilyen rendes fajta bicikli volt, amire úgy, ugye olyan gyerekbicikli volt, pici bicikli volt, de ugye ott már lehetett az olyan rendesen bicikli formája volt, nem ilyen háromkerekű, ilyen tricikliszerű akármicsoda. Aztán igen, az be volt oda téve, de úgy volt betéve, hát hogy lett volna betéve, mert a foter az meg olyan volt, az cseszett rá mindenre. Úgy volt betéve, hogy nem volt még összerakva. Hát az nagyon örültem neki, hogy de jó, nekem van bicikli, de még össze kellett, még meg kellett várni, míg felszereli a pedálokat, míg kicsomagolja, míg beállítja az ülést, meg minden. Jó, gyerekek, de nem szerettem azt kivárni. Vártam, és emlékszem, hogy még akkor... Hát a fater azt tudjátok, lazán, cigi, húsvétkor biztos egy sört megivott, már kijött velem, hogy ilyen egy nagyon lejtős úton lakunk, utcába, és ilyen fehérkavicsos volt még akkor, nem volt aszfaltos, és akkor ugye összerakta a biciklit, én fölmentem vele, fel a dombon, jöttem lefele vele, akkor átestem a biciklivel, hogy azt se tudtam, hogy mára van előre. Azóta, most ez viccen kívül, azóta nekem benn van egy kő alá a sípcsontomnál. Gyakorlatilag van egy, azzal szoktam hülyeskedni egyébként, tényleg így ki lehet tapintani, benn van egy kavics, mert ugye nem olyan akkora seb lett, hogy így be, nem lett kipucolva, hát mi volt régen, nem vittek ebből esetére. Ott egy sípcsontomról lement a bőr. Aztán ugye vér, meg mit tudom én, bekötöttek, jó van, az közben meg benne maradt egy ilyen fehér kavics. De nem egy olyan túl nagy, hanem mekkora, mint egy ilyen, mint egy, talán még akkora sincs, ez ki van üridve, jaj, de jó. Talán még akkora sincs, mint egy borsószem. Na mindegy, az a lényeg, ki lehet tapintani, és egy kicsit így lehet húzkodni a bőr alatt, és akkor szoktam azzal hülyeskedni, hogy, hát tudom ám húzkodni, odahúzom, ahova akarom, a homlokom alá, a homlokomhoz is. Sőt, Még a pöcsömön ki is tudom venni. Hogyha oda húzom, azt vissza tudom rakni, szoktam így gyökörködni vele. Aztán igen. Mit akartam? Igen, és még mindig ki lehet tapintani. Hát ja, akkor átestem, szerintem azt sem tudtam, mi van. Meg egyébként ezekről az esésekről. A faternak mindig az volt a mániája, hogy ilyen háztáji szekeret, ilyen csettegőket ő vett, csinált, meg szeret, meg minden, mindig volt csettegőnk. Volt ilyen Pannonia motoros, ilyen olyan szarvas, tudjátok, ami ilyen, nem, mint a motor, ilyen, de az a tipikus, minek nevezik, a paraszt chopper, tudod? Amikor ilyen van, ilyen központi csuklós, és akkor kettő nagy kerék, Pannonia motorba, az rá van szerelve, előre van fordítva a kipufogó, így ugye két Pannoniának úgy van, hogy a hengerből kijön jobb oldalt, bal oldalt a kettő kipufogó csont. Azt csinálták, hogy összefordították, és körülbelül mint egy konzervdoboz, akkor a kipufogóba ment bele, az volt a dob, meg az volt maga a cső és minden, és olyan brutális hangja volt, mintha folyamatosan dobálták volna a petárdát, hogy a ilyen hangja volt, én annyira féltem, hogy nem mertem fölülni rá komolyan gyerekkoromban. És akkor emlékszem rá, a fater elindult az a csettegőbe, hát az fék nem volt rajt, meg semmi, tudjátok, még voltak azok, te Jézus Mária, hát ezek olyanok voltak, inkább... inkább ne lett volna, hallott, haszna nem volt, csak szerelni kellett állandóan. Elindult vele, nagy nehezen elindít, talán egyszer el lehetett indítani, akkor öröm volt. Ne is mondjátok, na akkor el lett indítva, begurulni vele, vagy valami történt. Hú, hát ezek az élmények, gyerekek, amikor traktorra szokták meghozni, mit tudom, vett egyet, valahol kinézte, hogy ő neki kell egy olyan csettegő, jaj, de jó lesz. Aztán ugye valami traktorral pótkocsira fel kellett cülni, amit tudom én melyik faluba, és akkor hazahozta. És akkor onnan legurították, és akkor ugye mondtam, hogy lejtős volt az utcánk, akkor ott beindultották, és valahogy be lehetett járni vele az udvarba, öcsém. És úgy nézett ki komolyan, mint egy ilyen, mint egy, nem is tudom, tényleg egy ilyen tákolmány. Na mindegy, akkor az a szokott járni ugye a hegyre, ahol mondtam, hogy az uborkát például szokta termeszteni, meg a bort. Én úgy féltem tőle, elmertem fölülni. Aztán mentem előtte biciklivel, a kis piros biciklimmel, azt nem egy alkalommal, neki mentem az oszlopnak, mert nézegettem hátra, hogy hol jön a fater, hol jön. Neki durrantottam az oszlopnak.
neki ment, belástam az árokba, meg ilyen apróságok voltak. Jaj, a legemlékezetesebb az az volt, nem tudom, tudjátok-e mi az a horgos. Amíg, de már meséltem róla, az amikor ilyen ki van mosva, annyira már az út, hogy gyakorlatilag ilyen 2 méteres falak vannak. Na, egy iszonyatosan nagy lejtős horgosba kell nekünk a hegyünkről hazajönni. És az a lényeg, hogy az, ha leérsz, akkor keresztbe megy az utcánk. Gyakorlatilag ott már autók járnak. Na hát nekem volt egy olyan élményem, hogy én ott leszoktam bungatni a biciklibe, csak hát mentem lefele a horgosba, mint a bolond. Ugye onnan ott nem tudsz kitérni, mivel vannak falai gyakorlatilag magának az útnak. Mentem lefele, mint a bolond. Erre meg mi történt? Elment a fék. És akkor mit tudsz csinálni? Semmit nem tudsz csinálni. Keresztbe megjön az út. Imádkozol egész végig, hogy talán... Hát vagy neki, vagy fogod magad, azt leugrasz a bicikli, azt szarát öröd magad. Nem, imádkoztam végig, hogy talán nem jön akkora autó, amikor én kigongolok onnan, szerintem körülbelül egy ilyen 40-50-es tempóval. És akkor ráadásul pont azon az utcán voltak, és akkor ők azt látták az utcából, hogy tök csend, egyszer csak én meg, amit a csövön kifér biciklivel, nyílen, csörömpölve, jövök ki, le a horgosba, ugye akkor láttak meg, amikor már leértem, brrr, így leértem, szembe meg volt egy baromi nagy bokor, abba meg beledurrantottam. Azt igen, és nem jött autó szerencsére. Gyere, mi, gyerekek, milyen jó hangulat van, nézzetek pótkocsi alatt. Mi? Hó, tök jó. Van az a vicc, tudjátok, amikor... nem is tudom, hogy van? A cigányok ülnek a kocsi alatt, aztán kérdezi az apja, fiam, hát milyen idő van odakin, aztán fiúk kinyúl a küllők között lovaskocsinál. Hát elég hidegnek, meg megy a vonat. Na, még van a dolgunk, gyerekek. Az ifát rendbe tenni. Hol vagyunk és merre megyünk egyáltalán? Azt mondjátok meg nekem. Jó, oké, tudom ám. Ja, aztán igen, biciklis kalandok azok mindig voltak. Volt BMX-em, az a nagyon retro BMX. Szerintem ilyen króm színű váza volt. És ilyen BMX feliratos szivacsok voltak rajta, ez a nagyon régi BMX, azt a piros gumija volt talán. Gondolom ismeri, volt kék gumis, meg piros gumis. Nagyon menő volt. Az nagyon, emlékszem, igen, BMX, more. De szerettem, more, az nagyon, azt hittem, nagyon menő vagyok azzal, gyerekek. Hát meg az a baj, nem akarok neveket mondani, mert... az a baj, nem akarok neveket mondani, mert hát, ha nézi a videót, volt egy csávó az utcánkban. A följebb lakott, mondtam, ugye lejtőn lakok, és a lejtő olyan nálunk itt van a boat. A vegyes boat. Aztán... hogy mondjam? Mindjárt várjál, nem mondom. Egyébként ezt még most el akarnám vinni, csak ki az a hülye, aki lehet ezzel? Aztán ennek meg olyan biciklije volt, hogy nem volt rajt gumi. 28-as férfi csepel bicikli. Azt tudjátok, az a fekete, vagy nem tudom éppen milyen volt, azért volt lehet a fekete már, mert ugye ettel rozsda, meg mit tudom, de egyébként szerintem feketék szoktak azok lenni. Na mindegy, aztán ugye csávókám az úgy tekerte, hogy így átlépett a vázon egyik lábában, mert ugye úgy nem tudod volna, hogy felül az ülésre. És akkor úgy szokott, hogy ő neki nem szokott rajt gumi lenni, mert minek, meg az drága, meg igazából azzal vesződni kell, hanem felnin szokott közlekedni vele, de ugye már a felni az ki volt peremesedve egy ódörre. És ugye ilyen lapos, gyakorlatilag nem kell attól félni, hogy ugye azon a felni, de ki volt ez már lapiulva szépen a felni. Szokott szikrázni, kiáltotta neki, szokott olyat szikrázni. Meg a bótnát meg körülbelül 5 háza lejjebb, nyomott egy satut, aztán izéte, verte a sziklát a bicikli. Hát nem egy nagy tapadása volt akkor a biciklinek, amikor nincs rajt gumi, vágod. Jaj, meg a legnagyobb sztori biciklizés szempontjából. Nem tudom, ki csinálta már ezt meg. Hát ne csináld meg, hogyha nem akarod kitörni az összes fogadat. Hogy... ugye... ó, rakunk mi izét. Rakunk mi autókormányt a biciklire. Jaj, hát az nagyon jó lesz, az biztos. Nagyon menő, meg kényelmes, és felszereltük a biciklit, az autókormányt a biciklire. Csak ugye kapásból... te... benned van az a mozdulat, hogy keresztbe tekered a kormányt. Aztán így elindultam vele, és akkor úgy akartam, hogy az ember úgy azt hiszi, úgy kanyarodik, mint az autóval, igaz, autót még sose vezetett olyan gyerekkorában, de azt hiszi, hogy az menő, és akkor szépen így keresztbe rántod a kormányt, keresztbe áll a kerék, ugye, mivel ott azért a biciklin az nagyon finom mozdulatokkal kell kormányozni, nem úgy, mint egy autóval, vagy egy autókormánya.
olyan frankon lehetett átrepülni a kormányon, hogy az hihetetlen. Azt egy el is vetettük azt, hogy autókormányt szereljünk biciklire. De egyébként tizé az volt. Ó, nem azzal kell. Mi az? Gyújtáskapcsoló volt a BMX-en, az mindenképpen volt. Jaj, meg az nagyon nagy divat volt nálunk, legalábbis volt egy csávó, az volt a menő gyerek. Kettő ilyen pici hangszóró volt a kormányon neki, meg izé, meg Walkman volt a izé, csomagtartó. Na hát szólt a zene, az izébe, biciklibe, ne vicceljetek. Hát akkor még nem autója volt a izéknek a tizen pár éves gyerekeknek, hanem meg motor. Örültünk a izének, a biciklinek. Hát a, talán nem is tudom, a tüke haveromnak volt először ilyen MZ-JTZ, ugye, ezeket úgy megvette, tehát az, annak az, az is egy sztori volt, amikor a hazavitte, aztán mutatta az anyjának, hogy nézd meg anya, milyen motort vettem, azt sikerült úgy megrugni az MTZ, vagy az MZ-t, ugye azt meg lehetett úgy rugni, hogy hátrafele indult el, aztán ugye ezt még nem is értett hozzá, megrúgta, elindult, fölült rá, azt kiengedte a kuplungot, aztán szépen hátrafele bement a pajtába, kijött az, leporolta magát, azt mondja neki az anyja, hogy ej, Zoli fiam, hát milyen motort vettél, hátrafele megy. És az ez komolyan megtörtént volt. Az megint egy, arról is tudnék mesélni ezekről az emberekről, gyerekek. Hát volt olyan, tényleg megdöglött a mancskája, az anyjának a mancskája. Aztán, ugye megmelevedett. Ilyen szép álló pozícióban megmelevedett, hát megvede, ugye, azt odaállít, oda támasztotta a fal mellé, aztán ment arra az anyja, sövörte a izét, a járdát, aztán mondja, sit, meglökte, valakba vágta a izébe, söprűve, hogy odébb fusson a macska meg edőlt. Úgy, mint a izé, mint a darab léc. Lol. Mi van veled, Círvi? Szerintem még itt álltál fal veled, most meg így edőlt. Ez hirtelen halál, vagy mi volt ez? Ja, ilyenek voltak. Na, jó van gyerekek, szerintem itt összepakoltunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Figyeljetek, projekt előrejelzést szeretném elmondani. Így nyomok egy mentést, aztán onnantól. A következő, aratjuk a földet. Mellette ugye tárcsázunk. Lehet, hogy az aratásba van mellé egyébként, ez nem egy nagy föld. Mellette tárcsázunk, és közben saját magam azzal, arra fogok koncentrálni, hogy én fogom elvetni azt repcével azt a földet. Na szépen köszönöm, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó. Egy kicsit megkéstünk ma, mert Sasza elvette az időt, de azért itt voltunk. Na, jók legyetek, csácsumi csőtésztel.